Dunaföldváron vagyunk, és egyenlőre ebből az optimális pontból várjuk, hogy megjelenjen valami, és abba az irányba mozduljunk el. A paraméterek azok maximálisak, tehát 20-25 méter per szekundumos szélnyírás, 1000-1500 joule per kilogrammos képindex, jópofa jet divergenciával, tehát komoly háttéremeléssel, ez várható itt a Balaton és Dunaföldvár között. És minden jel szerint majd arra kell elmozdulnunk. Már van egy kisebb cella ott a Dunántúli középhegységben, de még egyelőre várunk. Ha erősödik, akkor elé megyünk, ha nem történik vele semmi extra, akkor meg itt várunk tovább. Van már valami friss radar? Hát nem mondom, hogy döglődni, de nem erősödik. Aha, jó, akkor várjunk. Ez tényleg nem valami rettenet. Az nem. Szuper szállás tagokból álló, félig meddig összeolvadó, de még HP karaktert mutató cellák lennének ezek. Szóval egy jó kis boe, hol lecsapna ránk? Hát az ne, lecsapna ránk. De hát az ilyenekből, meg aminek már nem földig ér a kondenzációs szint, az már tornádó pillanatokat kialakulhat. Szóval főleg az, hogyha eleve a front mögött egy kicsi lenne, akkor a helikalitás van, hogy... Meg olyan alacsony szintű szélnyírás, ilyen 10 méter per. Ja, hát az meg bőven. Meg a végében is, hát azért az nem vagy. Vagy kikockázzuk, ja. Egy nagy jelfeket a kockázzuk. Itt ki vagyok kockázva. Dabas határában, és egy közelgő perepelőt figyelünk. Itt a nagyobb nyugat felől érkező rendszer előterében az izoláltabb cellákat igyekeztünk megfigyelni, de nem nagyon erőltették meg magukat. Ugyanakkor ez a nagyobb rendszer, ami hát már inkább ilyen HP szupercella jellegű, az most tűnt fel. A perepelője ott a látóhatár környéken megjelent. Az még kérdéses, hogy a mezociklonból mi fog látszani, de pár perc, és sokkal jobban megfigyelhetővé válik. Ott a két fal. Igen. Miért? Átlátunk halattal. Viszont, hogyha ott átlátunk, akkor kibaszott, mert akkor tényleg ott a mezó. Így van. Itt ilyen kis pillanatokra kibukkan. Jó, azért látszik. Jó, fúzhat a lét. Oké, nagyon komoly, pont jó helyen vagyunk. Jobbra az FFD, balra az RFD, középen a rotáló mező. Ott van a vége. A falfelhő egybeolvad az RFD-nek a perepfelhőjével. Mici, gyere, ott van középen a falfelhő, gyerekek, hatalmas!
cuccok. Ezeknek még nincs bajuk. Most fogja dobálni a potyatosszajám. Hát ezzel a cellával sokáig nem tudtunk együtt menni. Igazából csak egy pár percig gyönyörködhetünk benne, ja. Utána magával ragadott. Komoly, mi volt a kurva életorom van? Jézusom, elkapszok ezt? Jó, azt filmeztük le! Azt hiszem, sikerült elcsípni a legnagyobb cellát. Akkor végül is a legdurvább cellát kifogtuk. Így szállát, van! Igaz, hogy körülbelül két percig filmeztük, de kifogtuk. Stormpanel, viharvadász konvergencia. Kneel down.
most követ csak a sor. Igen. Azt a bőrös élet. Na ez viharorász. Torn, the fancy wings are broken.